Az építőipari szektorban lévő cégek működésének legfőbb akadályává vált, hogy minden szakmában jelentős munkaerőhiány van. Ennek az az oka, hogy az eddigi években háttérbe szorult a szakmunkás képzés. Pályer Attila televíziónknak elmondta, a képzési kínálatot tekintve nem állunk rosszul, az építőipari ágazatban jelenleg is 400 főt képez a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. Ebből kb. 150 főt képzünk szakgimnáziumhoz a középiskolába, tehát 14-18 éves korosztály közötti tanulókat, és kb. 250 főt képezünk felnőtt oktatás keretében, tehát magyarul, aki már 18 év elmúlt, és végül is a csillagos ég a életkorbeli határ. Hogy ez a szám mennyire jó vagy rossz, igazából a munkaerőpiac tudja megítélni. El tudom mondani azt, hogy körülbelül ebben az ágazatban minden szakmában képzünk egy-egy osztálynyi tanulót. Ami igazából kimagasló számú, ez körülbelül azt jelenti osztályonként 30-35 fő, például burkolóban, kőművesben, de a felnőttoktatás keretében meglepően burkolóból 101 főt képzünk jelenleg, és hegesztőben is képzünk 38 főt. A megfelelő szakember létszámot csak több év alatt lehet elérni. A szakképzési centrumnál nappali tagozaton évente közel 60 fő, felnőtt oktatás keretein belül évente nagyjából 125 fő szerez különböző építőipari szakképesítést. Több ok lehet, ami miatt ez a létszám mégsem jelenik meg ténylegesen az építőiparban. A végzett tanulóink közül lehet, hogy mindenki elhelyezkedik az építőiparban, de lehet, hogy nem pont a megyében. Mert tudni kell azt is, hogy a Budapest és a Nyugat-Dunántúl elszívó ereje hatalmas, illetve meg kell műtenünk a külföld elszívó erejét is, és ebből kérdezően lehet, hogy a megye nem tudni olyan erőt csábítani a diákok felé, vagy olyan erőt a diákok felé, amit csábítóvá válik, hogy itt maradjanak helyben a megyében. A feltöltadásban végzetteknél az az érdekes kérdés vagy probléma, hogy legtöbbször őket a cég iskolázza be, vagy azért, mert nem volt végzettsége, és szerezzen meg, vagy a cégnél szeretné magasabb szintre lépni a tudását tekintve. Tehát magyarul ő nem kezdi potenciális munkaerővállóként a munkaerőpiacon, hanem ezeknek csak egy része. A szakképzési centrum mindent megtesz annak érdekében, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a különböző szakmákat. Pályaorientációs foglalkozásokkal, bőrzékkel és kiállításokkal igyekszenek közelebb hozni azokat a leendő hallgatókhoz. A legfontosabb mégis az, hogy felhívják a figyelmet a szakmatanulás fontosságára, és a szülőkön keresztül elérhetőek legyenek a tanulni vágyó fiatalok.